Visszatérés a paradicsomba. Készült Rosamunde Pilcher regénye alapján. Magyar hangok. Lux Ádám, Götz Anna, Orosz Anna, Kassai Ilona, Dobránszky Zoltán, Lán József. A forgatókönyvet írta Herbert Kugler és Tom Mayer. Zenéjét szerezte Richard Blackford. Fényképezte Winfried Kleist. Rendezte Dieter Kehler. Ellen, kérlek, Mabel néni szeretne megismerkedni veled. Azt hiszem, ha megmagyarázod neki a helyzetet, meg fogja érteni, nem? De rám nem gondolsz? Annyira örültem neki. Nagyokat sétálni a parton. Majd, ha sikerült, megszereznünk a megbízást. Ó, Tom. Sajnálom, hogy így alakult. Igen, én is, de... Azt hittem, végre megérdemeltük. Rászolgáltunk 3 nap pihenésre. Ellen, van fontosabb dolog, mint mi ketten? Nem, hát persze, hogy nincs. Majd bepótoljuk, jó? Hosszabbra a madzagot. Kipróbálhatom? Értesz hozzá? A sárkány eregetés nem lehet elfelejteni. Amikor annyi idős voltam, mint te, egész nyáron más sem csináltam. Na jó. Te tartod a sárkányt, én meghúzom. Jó. Egyébként Tom vagyok, és te? Crispin. Mehet? És rajta! És engedd el! Ez az! Hurrá! Egész jó csapat vagyunk így együtt! Na lát! Gyere, gyorsabban! Futás, futás! Fogd csak meg! És tarts szorosan! Futás! Futás! Fuss tovább! Köszönöm! Nagyon szívesen! Jó mulatság volt! Fussatok el, hozzátok jövök! Meghoztam a finom ebédet! Ó, Istenem! A legfinomabb virsli egész Skóciában! Én magam vásároltam. A hentes a barátom. Szintiszta húsból van. Én is boldogan megenném. Te mindent boldogan megeszel. Hány
Hányszor mondjam még el, hogy nem hajlandok tálból enni? Akkor tanulják meg. Minden kutya tálból lesz, itt csak ezek nem. Mert ezek Mabel néni kutyái. Tom! Milyen régen nem járt nálunk. Már 7 éve. 8. És nem hiányzott. De nagyon. Ezt az ötletet. Úgy néz ki, mintha temetésen lennénk. Jól hallom, hogy... Megmondtam, hogy egyetlen egy hosszú asztal kell. Sokkal barátságosabb, ha egy asztalt ülünk körül. Igen, vihetik. Áj! Direkt a községházából hozattam ide ezeket az asztalokat. De egy szörnyű rideg az egész. Már 10-kor menjen is el mindenki. Vigyék csak el. 10-kor kezdődik csak igazán. Tom! Kitty! Mit keresel itt Kintonban? Én Mabel néni születésnapjára jöttem. És te? Én itt lakom a környéken. Na akkor most mi legyen? Egy hosszú asztal mellett lesz az ünnepség, így mindenki mindenkivel beszélgethet. Ide hurcolni mindent, elhurcolni ilyen mindent. Az élet, na vigyék. Hát igen, Kitty konokságával még mindig nehéz szembeszállni. Szeretném, ha Mabel néni születésnapja jól sikerülne. Pedig szerintem is jobbak a kerekasztalok, úgy sokkal jobban lehet beszélgetni. Tehát vissza. Ne provokálj, Tom Bunce. Tudod, hogy nem hagyom magam. El az asztalokkal. Semmi sem változott, mintha még mindig gyerekek lennétek. Mabel néni. Szia. Annyira hiányoztál. Te is nekem, fiam. Örülök, hogy végre elszabadultál az irodádból. De mondd csak, hol a barátnőd? Kérte, hogy mentsem ki. Fontos tárgyalása van. Aha. Szia, haver! Már megint leesett. Na, akkor újra felrepültük. Jó. Az én véleményemre itt úgysem kíváncsi senki. Crispin? Igen? Gyere szépen. Megyünk haza. Hé, csak nem a te fiad. Crispin, gyere már! De azt mondtad, hogy egész nap itt maradunk Mabel néninél. És most másként döntöttem. Még dolgoznom kell. Gyere! De én is szívesen felrepíteném a sárkányt. Tom! Valami rosszat mondtam. Menj be a házba, mindjárt megyek én is. Gyere már! Kitty! Kitty! Crispin, menj előre a kocsihoz, jó? Kitty, akkor most mi legyen? Tom 3 napra jött, és holnap után van az ünnep. Nem jövök az ünnepre. De hiszen ez nem megoldás. Nem kéne egyszerűen megmondani neki. Egyszer majd úgy is megtudja. Tőlem ugyan nem, Mabel néni. Kitty, ennek nem lesz jó vége, hidd el nekem. Ami összetartozik, azt bizony össze is hozza a sors. Ne küzdj ellene, az bal szerencsét hoz. Hidd el, tudom, mit csinálok. Hol kódorogsz? Még fel kell akasztanunk ezt a képet. Egyedül nem tudod elintézni? Egy képet nem lehet egyedül felakasztani, az egyiknek tartania kell, a másiknak megnéznie, hogy egyenes. Ha te tartod, akkor biztos, hogy nem egyenes. Mert Ferdén nézel. Mit csinálnak Ned Goldman mesterművével? A nagynénje rendelkezett így. Újra vissza kell akasztanunk. Miért? Ned talán visszajön Dél-Afrikából? Ezt egy szóval sem mondta. Furcsa. Mondd csak, Tom és Kitty között van valami, amiről tudnom kéne? Nem kell mindig mindent tudnod. Jó, ha nem mondod el, elárulom Miss Mabelnek, hogy titkon használod a parfümjét. Saroló! Esküdj meg, hogy senkinek sem adott tovább. Emlékszel még, mit mondogattam mindig? Igazi szépség lesz belőle. És igazad lett. Gyönyörű. Engem mindig a nyári rét vadvirágaira emlékeztet. Mióta él itt Kintonban?
Amióta elvált Laurenttól, és visszajött Dél-Franciaországból, beköltözött Crispinnel a régi Mulberry házba. Nem mindig könnyű a fiúval. Ezért volt olyan ingerült? A fiúknak apára van szükségük. Pedig szerettem volna felrepíteni a sárkányt. Az én drága öreg Kintonom, sokkal szebb vagy, mint az emlékeimben voltál. Mr. Goldman, mindjárt kikötünk volna, szíves beszállni? Minden pillanatot kiélvezek, hiszen az ember nem minden nap jut el a paradicsomba. Hagyd őket békén, úgysem mennek el. Te sírtál? Nem. Ez meg kicsoda? Én vagyok. Ki ez a fiú melletted? Az Tom. Kedvelted Tomot? Még most is kedvelem Tomot. Akkor miért nem engedett, hogy sárkányt eregessek vele? Jaj, fiam, hiszen mondtam már, mert haza kellett jönnöm dolgozni. De hiszen nem is dolgozol. Most miért sírsz, mama? Mama! Ne sírj, jó? Megyek játszani. Jó. Na végre, itthon találom. És? Mi van a három havi házbéremmel? Már csak pont maga hiányzott. Most nem érek rá játszani veletek. Ne haragudjatok. Ti vagytok az én szívem csücskei. Tessék. De egy kissé zaklatott vagyok. Csak nem miattam. Ned! Igen, itt vagyok. Tényleg te vagy az? Elvégre megállapodtunk. A 75. születésnapunkat együtt fogjuk ünnepelni. Már elfelejtetted? Nem. Csak nem. Nem hitted, hogy el is jövök? Még mindig ez a kutató szempár. Ami meglát mindent.
És a hajad, ami körüllengi a szép arcodat. Mintha csak tegnap mentem volna el. Úgy szeretnélek átölelni és magamhoz szorítani. És miért nem teszed meg? Talán mert nincs hozzá jogom. £10 ez nevetséges. 200-zal tartozik. Sajnálom, de most nincs több. Amúgy is szörnyű sokat kér. Senki sem kényszerítette rá, hogy kivegye a házat. Feljelentem a bíróságot. Nem fogom hagyni, hogy zsaroljon. És most tűnjön el innen. 3 napot adok, hogy előteremtse a pénzt. Vigyázz! Ez az! Hú, de magasan száll! Hú. Gyerünk! És most futás! Engedj rajta! A mama kedvel téged! Ezt meg honnan veszed? Az előbb régi képeket nézegetett. Te is rajta voltál. Aztán meg sírba fakadt. Miért fakad sírva? Azt nem árulta el. Krisztin? Igen, mama? Azonnal felmész a házba. Kitty, mi bajod van? Hogy jutott eszedbe? Csak így idejönni. Krisztin, gyere már! De hiszen azt mondtad, hogy dolgoznod kell, tehát idejöttem, hogy Krisztinnel sárkányt teregessünk. Krisztin! Mama! Lezuhan! Sajnálom, nem akartam. Csak azért, mert nem akarod, hogy Tommal játszak. Majd csinálunk egy nem. Utálatos vagy. Krisztin. Miért kell megbántani így a gyereket? Nem akartam megbántani, csak... Gyere, kérlek. Sétáljunk egyet. Rendben. Mindig azt mondta, hogy Mabel néninek van egy kis házikója Skóciában. Na igen, bár csak házikó lenne. Csak egyedül a porszívózás heti 8 óra munka, és az ablakpucolásra rámegy az egész május. Erre tessék. Kedves emberek, friss levegő. És nyugalom. Azt hiszem, jó döntés volt, hogy mégis visszafordultam, és idejöttem. Tom, itt van? Sajnálom, de elment hazulról. Hová? Egy régi barátnőjéhez, Kittyhez. A régi szerelem nem múlik el. Csak tréfáltam. Megengedi, hogy előre menjek? Két mit szólt hozzá, hogy eljössz hozzám látogatóba? Két már nincsen. Nem halt meg. Csak elváltunk. Mikor? Már régen. Nagyon hamar rájöttünk, hogy nem vagyunk egymáshoz valók. Teljesen szem elől vesztettem. És ezért a kis nászútért Afrikában képes voltál tönkretenni kettőnk kapcsolatát? Tudom, hogy hiba volt. Még mindig jól nézel ki, kedvesem. Most inkább bemennék. Krisztin! Krisztin! Megjöttünk! Ne haragudj rám a sárkány miatt! Meg fogjuk javítani! Krisztin! Elbújt valahová! Krisztin! Itt egy cédula. Thank you.
Nincs itt a bringája. Hová mész? Megkeresem. De nem is tudod, merre ment. Talán oda, ahol játszani szoktunk, a világító toronyhoz. Kérlek, Tom, nagyon nehéz ez az egész. Szeretném egyedül megkeresni, jó? Nem, erről szó sem lehet. Alig vagy magad. Tom, kérlek. Nem. Előfordult már máskor is? Nem, még soha. Nyugodj meg. Biztos nem gondolja komolyan. Nem ismered Crispint. Ha ő a fejébe vesz valamit, akkor... Sejtem, hogy kitől örökölte. Régóta vagy már együtt Ellennel? Egy éve. Ő is építészhallgató volt. Fél éve nyitottunk közösen egy irodát. Remekül megy a bolt. Jó esélyünk van rá, hogy megnyerjünk egy komolyabb pályázatot. Ha sikerül, ki kell bővítenünk az irodát, és új embereket kell felvennünk. Csinos? Igen. Ellen nagyon csinos. Ötvenbe kerül a sajt 2.30-ba. Van annyi pénzed? Szabad azt a következtetést levonnom, hogy meg akartál lopni. Tudod, hogy régen mit csináltak azokkal, akik loptak? Bezárták őket a templom toronyba, és hagyták, hogy a kísértetek megkínozzák őket. Bocsásson meg. Most már elmehetek. Na, menj haza. Nekem nincs otthonom. Mégsem ide jött. Biztos behúzódott valahová, ahol meleg van. Gyakran vagy vele ide fent? Mindig azt nézi, nem jön-e egy kalózhajó, hogy megtámadja Kinton. Valahonnan ismerős a dolog. És mindig elcseni Mabel öreg távcsövét. Ahogy te. A fejemet kockáztattam érte, és te mindig elvetted tőlem. Indulok tovább. Meg kell találnom Crispint, mielőtt besötétedik. Nem fázol. Gyere inkább be velem, mielőtt besötétedik. Mert még elrabol a tengeri szörny. Crispint!
Olyan undok voltam bele, Crispin! Gondolod, hogy kintom megfelelő hely számotokra? Micsoda? Mégis mihez akarsz kezdeni itt? Nincs semmi lehetőség. Én csak élni akarok. Mindig azt tettem, amit helyesnek tartottam. Akkor is, ha mindenki őrültnek nézett emiatt. Kitty a meg nem alkuvó lázadó. Hű maradtál önmagadhoz. Mondd csak. Emlékszel még a szívünkre? A vörös üvegszívre. A törött üvegcserépre gondolsz. Ha a két felét összeillesztettük, úgy nézett ki, mint egy szív. A mi szívünk volt. És aztán a két fél szívet elcseréltük egymással. És te megkérdezted tőle, mi az a szerelem. És? Már tudod, mi a szerelem? Igen. Amióta Ellent ismerem. Nem tudhatta, hogy maga mégis idejön. Na igen, nyilván sok mesélni valójuk van egymásnak. Már vagy 8 éve nem találkoztak. Régen elválaszthatatlanok voltak. Úgy tűnik, hogy most is azok. Igen, az én hibám. Miért nem jöttem ide rögtön? Egyszerűen nem vettem észre, milyen sokat jelent neki Kinton. Ellen életem boldogsága. Ez állt Tom legutóbbi levelében. Rendszeresen ír nekem. Nagyon büszke rá, hogy magával él együtt. Köszönöm, köszönöm. Építjük a közös hídunkat. Mindenki a saját partja felül. És hol tart az építkezés? A pillérek állnak. Kölcsön adná a kocsiját. Ne aggódj érte! Crispin! Mire hazamész, ott fekszik az ágyában és alszik. Crispin! Hol lehet? Tudod, mit mondott egyszer régen Mabel néni? Mi? Számodra én vagyok az igazi. Én vagyok az egyetlen, akire hallgatsz. Nem tudom, honnan vette. Szerintem inkább kiugranál az ablakon, mielőtt... Fejezd be! Kitty! Fejezd be! Kitty, kérlek, nyugodj meg. Megtaláljuk Crispint. Nem csak Crispinről van szó. Hanem miről? El kell mondanom valamit. Mit? Van valami oka, amiért nem szerettem volna, hogy együtt játszatok. Mi az? Szóval... azokon a helyeken szoktam játszani Crispinnel, mint hajdanám veled. Találd ki miért. Úgy érted, hogy Crispin... a fiad. Tisztában vagy vele, hogy miért nem mentem el Londonba? Meg akartam mutatni, mennyire fontos számomra, hogy veled legyek. Nem csak mindig a karrierre gondolok. Boldog vagyok, hogy itt vagy. Egész biztos vagy benne?
Ezt miért kérted? Tom, ha van valami közted és Kitty között, akkor most mondd meg. Ezt is megoldom, mint minden más problémát. Nincsen semmi. Téged szeretlek. És senki mást. Igen? Tom elmesélte, mi történt. A rendőrség már mondott valamit? Mindenütt keresik. De még nincs semmi nyoma. Semmi. Vissza fog jönni. Crispin okos gyerek. Mi van Tommal? Elmondtam neki. Jól tetted. Nem kell egy hétre előre enni. Van mindig bőven. Ha nem lop meg valaki megint. Jól van. Semmi baj, már elfelejtettem. Egyedül él itt? Igen. 50 birkával és egy kutyával. Ha? Pár hete már kettővel. Oda nézz. Hadd mutassam be. Ő a hercegnő, és ő pedig a kis herceg. És te kivel élsz együtt? Na, gyerünk, mondd már meg, muszáj tudnom, hogy ki vagy. A nevem Crispin, és egyedül élek. A kisfiúk nem élnek egyedül. Már miért ne? Maga is egyedül él. Megszöktél hazúról? Ez látszik rajtad. Egyáltalán nem látszik. Na, jól van. Ha nem mondasz semmit, segíteni sem tudok. Utoljára mondom, nem megyek. Hagyjál engem békén. Ami elmúlt, az elmúlt. És kérlek, ne hívd többé. Gyere, hercegnő. Ki volt az? Te sem mondtad el nekem, hogy kihez tartozol. Esküvői meghívó. Na te, csak azért sem hagyjuk magunkat, nem igaz? Ünnepeljenek csak! Már tudom, hogy kivel veszekedett. A fiával. Hogy merészel kutatni a holmiaim között? Megnősül, és maga nem akar elmenni. Miért nem akar elmenni az esküvőjére? Ha a birkák miatt nem mehet el, én vigyázhatok rájuk. Tudok bánni velük. Nem a birkák miatt nem megyek. Akkor miért nem? Ha egyszer már összevesztek, miért nem békülnek ki megint?
Akkor elmehetne az esküvőjére. Ne avatkozz bele a dolgaimba! Szomorú a fia miatt? Elég volt! Most meg mit csinál? Felhívom a rendőrséget, hogy vigyenek haza. Miért ilyen gonosz mindenkivel? Crispin. Crispin! Hol bujkálsz? Hol bujkálsz? Nem hívtam fel a rendőrséget! Crispin. Egyszerűen elbújt valahová. Jól ismeri az egész szigetet. Te egész idő alatt tudtad, hogy én vagyok Crispin apja. Miért nem mondtad el soha? Mert megígértem Kattynek. Néhány hétre rá, hogy meglátogattad annak idején Franciaországban, jelentkezett nálam. De miért nem akarta, hogy megtudjam? Nem akarta tönkretenni a karrieredet. Szikrázott belőled a becsvágy. Tanulni akartál, híres építésznek készültél, a városhoz tartoztál. A te életed nem Kitty élete volt. De hisz ez őrület. Crispin az én fiam, szükségem van rá, és neki is rám. Tom, hidd el nekem, többször beszéltem vele erről. Újra meg újra, de nem akarta. Egyedül akarta felnevelni. De miért? Ha valaki tudja erre a választ, akkor te. Te vagy az, aki a legjobban ismeri Kittyt. Ismered ezt az érzést? Rendbe rakod a papírokat az íróasztalon. Minden ott van, ahol lennie kell. Te magad is. És aztán? És aztán? Oda mész az ablakhoz, kinyitod. Hirtelen jön egy széllökés, és mindent lesöpör. A széllökés csak akkor söpör le mindent, ha az ajtó nyitva áll egy másik szoba felé. Előbb-utóbb döntened kell. Ellennel terveztem az életemet. Még mindig haragszik? Igen vagy nem? Nem, már nem haragszom. Tehát már újra tud nevetni. Ha olyan sokat vagy egyedül, mint én, elfelejted a nevetést. Most pont úgy néz ki, mint a mamám, amikor szomorú. És mit szoktál csinálni, hogy újra nevessen? Ezt itt! Valóban működik, igen. És most áruld el nekem, miért mentél világgá? A mama tönkretette a sárkányomat. Igazítanom az alját. Hogy tetszem? Nyugodtan megmondhatod, ha borzalmasnak találod, akkor is ezt veszem fel. Egyszerűen gyönyörű vagy. Hogy ezt még egyszer mondja nekem valaki. Ez az igazság.
Az ujját kérem, vegye egy kicsit szűkebbre. Figyelj csak, nagyszerű ötletem támadt. Mit szólnál egy evezős túrához? Mint az első esténken? Te evezel, én meg belélegzem a friss levegőt. Ez tényleg nagyszerű ötlet. De még el kell intéznem valamit. Nagyon sietek vissza. Nem hittem volna, hogy még vízre bocsátom. Maga csinálta? A fiam 10. szülinapjára készítettem. Tessék, fogd. Bár nem sárkány, de azért repül a vízen. Miért haragszik ennyire a fiára? Bántotta magát? Fájdalmat okozott. Azt akartam, hogy vegye át a farmot és a birkanyájat, de ő ennél többre tartja magát. A birkatenyésztés a középkorba való foglalkozás, ezt mondta. Ennyi volt az egész. Sok csúnya szó hangzott még el. Azóta nem láttuk egymást. De 3 napja megjelent. Elhozta nekem a meghívót. Azt akarta, hogy béküljünk ki. És? Azt mondtam neki, tűnj el innen. És soha többé ne lássalak. Ha gondolja, lehetnék én a fia. Nekem amúgy sincs apám. Erre jársz? Azt hittem, egy idegen vezetőt szerződtettem. Bocsáss meg, csak Crispinán járt az eszem. Kitty a Merlin szikláknál keresi. Úgy volt, hogy elmegyek vele. Nézd csak a tengert. Néha ugyanolyan színű, mint az ég. Az itteniek azt szokták mondani, kintomban nincs horizont. Egy az ég és a föld. Igen. És ha a nap delelőre ér, a tenger titokzatosan illatozik? Ne gúnyolodj te! Kezd esni az eső. Nem baj, én szeretek esőben sétálni. Nem arról van szó. Ha nem? Esőben a sziklák síkosak, mint a jég. Csak nem azt akarod mondani, hogy megint elmész Kittyhez, és itt hagysz engem az esőben. Félek, hogy történik vele valami. Mi ez a túlzott aggodalom? Elég nagy lány ahhoz, hogy megmásszon néhány sziklát. Mennem kell. Tudni akarom, hogy miért érdekel annyira. Mert aggódom érte. Köszönöm ezt a csodálatos kirándulást! Kitty! Kitty! Gyere le, ennek nincs semmi értelme. Crispin nincs itt. Legyen már eszed. Gyere, hazaviszlek. Hagy békén. Nincs szükségem rá. Ellen fontosabb, mint a fiad. Magad is láthatod, hogy nincsen itt. Kitty. Hiszen te reszkedsz. Haza kell menned, ágyban a helyet! Hagyj békén, nincs szükségem rád!
Crispin vagyok. Szeretnék átadni egy üzenetet Mr. Lowery-től, az apjától. Az esküvőről van szó. Azt üzeni, hogy mégis elmegy. Igen, igen, az esküvőjére. Nem, sajnos nem tudom adni, már elindult. Viszont hallásra, igen. Mit csinálsz te itt? Felhívtam a fiát. Azt mondtam neki, hogy mégis elmegy. El kell mennie. Te átkozott! Kölyök te! Menj már innen, megmondtam neked, hogy hagyjál engem békén. Kitty, orvosra van szükséged. Muszáj dolgoznom, kell a pénz. Ha nem vagyok kész a szekreterrel holnapra, nem tudom kifizetni Gonolinak a házbért. Nem vagy normális, majd én előlegezem a pénzt. Bújj az ágyba, jó? Felhívom Miller doktort. Nem hívod fel, nincs szükségem orvosra, és hagyj engem békén. Miért nem hagyod, hogy segítsek? Nem értem, teszed. Megmondjam, miért játszod az irgalmas szamaritánust. Mert rossz a lelki ismereted. Rajtad nem lehet segíteni. Ha nem jöttél volna ide, Crispin sem szökik meg, és nem borulok ki így. Talán már nem is él. Fejezd már be, Crispin az én fiam is. Te csináltad, ez minden. Hogy lehetsz ilyen undok? Gyűlöllek. Kérlek, ne mondj ilyet. Gyűlöllek. Kitty! Jól aludtál a régi ágyadban? Igen, hiszen ez az én szobám. Mintha csak most zártam volna be az ajtót magam mögött. Pontosan így van. Még a kép is, amit akkor festettem, ott lóg a halban. Ma reggel óta. 15 évig a pincében lapult. Nem akartam, hogy folyton eszembe juss, ha ránézek. Miért maradtál Dél-Afrikában, ha kéttel olyan gyorsan vége lett mindennek? Talán... mert szégyeltem magam. Én engedtelek el annak idején. Én döntöttem így. Nem volt okod, hogy szégyeld magad. De igen. Tudom, hogy milyen nehéz volt számodra, hogy elengedj. Hiszen szerettél, nem? Beleszakadt a szívem. Mi történik velünk? Nem tudom. Ne sírj, de még sosem sírtál. Muszáj sírnom. Már nem tudom, hogy mi a helyes és mi nem. Már nem tudom, hogy mit akarok, mit tegyek. Pedig te mindig tudtad, hogy mit kell tenned. Nem. Csak mindig az ellenkezőjét tettem, mint amit mások elvártak tőlem. Kitty, csak nem ezt a ronda ruhát akarod felvenni. Kitty, csak nem ehhez a franciához akarsz hozzámenni. Kitty, csak nem ezt a lerobbant házat akarod kibérelni. És mindig azt tettem. Dacból. Állandóan csak hibákat követtem el. És mindenki azt hitte, én vagyok az erős. Tavaly télen, amikor olyan hideg volt, és nem volt mivel fűtenem, és Crispin nagyon beteg volt, akkor majdnem feladtam. Mindig csodáltalak az erődért. Bocsáss meg. Nem vagyok hozzászokva, hogy valaki kedves hozzá.
az én felem. Mindig megtartottam. Mindig szerettelek, de sose tudtam megmondani neked. Emlékszel még erre a helyre? 18 évvel ezelőtt is itt tettem le az evezőt. Emlékszem. Mabel. Igen? Mit szólnál hozzá, ha újra visszatérnék hozzád? Ettől a kérdéstől féltem egész idő alatt. És hogy hangzik a válasz? Ez micsoda? A téli kertünk. Emlékszel erre a tervre? Ott folytatjuk, ahol abba hagytuk. Megépítetem neked ezt a téli kertet. Holnap jön a kőműves, épp tőle jövök. Szó sem lehet róla. Mabel? Kérlek, azonnal mondd le! Most mi bajod hirtelen? Csak nem szeretem, ha késztények elé állítanak. Remek, nagyon köszönöm. Megmondom neki. Viszlát. Miller doktor a rendelés után idejön. Köszönöm. Kérsz még valamit? Az az iménti dolog nem történt meg. Azonnal hívj fel, ha megtudsz valamit Crispinről. Jó. Azonnal csomagoljak? Nem erről van szó, Ned. 15 év után visszajössz. Eltöltünk pár kellemes órát, és már is azt hiszed, hogy minden elfelejtve. Valóban kellemes órák voltak, Mabel. Hiszen te is élvezted. Igen, de... Mi az a de? Most milyen alapon bízzam benned, amikor annak idején cserben hagytál? Kérlek. Tegnap este elolvastam az akkori naplómat. Tudod, mi áll benne? Ha még egyszer visszajön, ezerszer is meggondolom, mielőtt igent mondanék. Ugyanazt a hibát nem szabad kétszer elkövetni. Ezért ír az ember naplót. Jól elbeszélgettek? Tudnom kell, hogy mi történik ebben a házban. Te csak takaríts! És ne a füledet hegyezd. Valóban megérte, hogy mégis ide jöttem utánad. Hogyan roncsuk el a hétvégénket ügyesen, alaposan? Sajnálom. Crispinről még mindig semmi hír. És megmentetted Kittit, hős lovag? Elvittem haza. Megfázott. Egyébként minden rendben? Igen. Örülök, hogy vagy nekem. Ennyi az egész? Miért? Nem elég? Gyere! Figyelj csak azok ott a rokonaid. Marjorie néni és Richard bácsi. Azonnal le kellett volna vennünk őket. Miért? Mert olyan szigorúan néznek.
A nászágyunk nem illik a viktoriánus erkölcsükhez. Pedig ők is csinálták valahogy. Elvégre 12 gyerekük volt. De ők házasok voltak. Ezen nem olyan. Ez most váratlanul ért. Na igen. Marjorie néni és Richard bácsi nagyon-nagyon szigorúak. 12 gyereket mi is összehozunk. Lássunk neki már is? Gyere! 2 óra múlva indul a vonatunk. Ó, de elegáns! Na? Akkor induljunk. Én nem megyek. Nem hagyhatlak itt egyedül. Nem megyek. A mama már úgy sem szeret. Kérlek. Ha te nem mész, én sem megyek. Gyere csak ide. Mondok neked valamit. Ülj le, inni. Tudod... Az emberek néha elég buták. Nagyon szeretik egymást, de mégis fájdalmat okoznak egymásnak. És többnyire nem is tudják, hogy miért. De mindenki azt hiszi, hogy neki van igaza. Tudod, ha senki sem engedne, egy ember sem értené meg a másikat, és mindenki boldogtalan lenne. Nézd, biztos, hogy nem volt helyes, hogy a mamát tönkretette a sárkány, de azért mégis hidd el, szeret téged. De amíg nem mész haza, nem mutathatja ki neked, hiszen nem tudja, hogy hol vagy. Nagyon ravasz vagy. Te sokkal ravaszabb, mert nélküled sohasem jöttem volna rá. Igen, 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 igen. Hát a kert úgy néz ki, mint a búcsúban lennénk. Mondd csak, emlékszel még Nedre? Igen, Ned Goldmanre. Nem fogod elhinni. Visszajött. 15 év után. De most jön a legjobb. Tudod, ki az apja Kitty fiának, Crispinnek? Tom Barnes! Igen, Miss Mabel unokaöccse. Senki sem tudta. Ugyan, remélem, meg tudod magyarázni. Nem a kis ujjamból szoktam, a feleségem árulta el. Így csak el, ezek a nők mindenre képesek. Ellen, kérlek, higgy nekem. Csak tegnap tudtam meg, hogy Crispin az én fiam. Azt hittem, az egyetem utáni nyáron befejeztétek az egészet. Így is volt. Levelezésből nem születik gyerek. Ezt ne próbáld beadni nekem. Még egyszer találkoztam Kittivel, Franciaországban. Ő egy vitorlás klubban dolgozott, én meg útban voltam Olaszországban. Egyetlen éjszakát töltöttünk együtt. Most már minden esetre tudom, miért akarsz 12 gyereket. Neked tények kellenek. Hogy elmondhass, hogy hozzám tartozol. Ez hülyeség. Nem vagyok biztos benne, hogy hozzám tartozol. Lehet, hogy Kitty a párod. Ellen. Tom. Nagyon büszke vagyok arra, amit felépítettünk. És szeretlek. De nem tartalak vissza. Neked kell döntened. Na, mit gondolkodsz? Semmin. Attól félsz, hogy a mamád még mindig haragszik rád, amikor hazamész? Uh-huh. Igen. A békekötés nem olyan egyszerű, egy kis bátorság. Azért kell hozzá. És ha már nem is akarja, hogy kibéküljünk? Veled leszek. Nem megyek el addig, amíg minden rendben nem jön.
voltál eddig? Jamesnél. James az új barátom. Lovery. James Lovery. Üdvözlöm. Már előbb is visszahoztam volna Crispin, de még meg kellett tanulnunk valamit egymástól. Remélem, nem haragszik rám. Boldog vagyok, hogy újra itt vagy. Ide figyelj. Soha többé nem csinálok olyat, mint a sárkánnyal. Becsület szavamra. Látod, én rögtön megmondtam neked. Kérem, jöjjön be, főzök egy tejet. De csak egy csészével kérek, mert még fontos dolgom van. Ugye, fiam? És most vedd ki a bringádat a kocsiból. Crispin! Tom! Visszajöttem! Hey, te! Most már örökre velünk maradsz. Nem. Vissza kell mennem Londonba. Sajnos. Maradj inkább nálunk. Itt sokkal szebb, mint Londonban. Nem maradhatok. Figyelj csak. Ígérd meg, hogy vigyázol a mamádra, rendben? Megint elmentél, mi? Sétáltam egyet. Hétfőn korán el kéne indulnunk. Akkor talán be tudjuk fejezni az előcsarnok tervrajzát. Ezek szerint sikerül döntened? Hozzátartozom. Ha a fiam meglátogat, felhívlak, és majd eljössz hozzánk, és hármasban újra vízre bocsátjuk a hajót. Az jó lesz. Köszönök mindent. Remek fia van. Jaj! Majd nem elfelejtettem valamit. Fenség, ha szabadnak kérnem. Szóval, ha akarod, a kis herceg itt marad nálad. És vigyázz a nyájadra. Ha? Komolyan? Komolyan. Elvégre az adósod vagyok. Köszönöm. Pontosan 6 fokos. Ez sosem volt 6 fokos. Ma már elég bajt kevertél. 6 fokos. Köszönöm. Köszönöm. Mindenki öregszik, csak te leszel egyre fiatalabb. Nincs szükségem hízelgő szavakra. Minden jót kívánunk. És még sok boldog évet kívánunk Kintonban. Köszönöm. Szívből gratulálok, és minden jót. Köszönöm.
Ezt meg hol szereztétek? Gyönyörűséges. Egy régiségboltból, Londonban. Ó, oh, köszönöm. Köszönöm. Nem is tudjátok, mekkora örömöt szereztetek. Minden rendben van kettőtök között? Igen, persze. Biztosan gyönyörű lesz a mai este. Gyere, menjünk. Mabel, oh, szívből gratulálok. Én is. Köszönöm. Mabel néni! Szia! Tőlem is a mamától. Közösen újítottuk fel. De hiszen ez fantasztikus. Krisztin nagyon ügyes. Ó, oh, isteni! Elbűvölően nézel ki. Köszönöm. Tiszta szívből kívánok. Köszönöm. Kedves vendégek! Én is utálom a beszédeket, de ezt a néhány szót muszáj elmondanom. 15 évvel ezelőtt elhagytam Mabelt, és most visszajöttem. És azt is tudom, hogy óriási ökörséget követtem el. Vannak emberek, akiknek sok idő kell, amíg felismerik, hogy hol a paradicsom. Szép. De az. Kapok még egy esélyt? Áruld el, miért akarsz itt maradni? Áruld el. Azért, mert szeretlek. Akkor adok még egy esélyt. Holnap kora reggel visszamegyünk Londonba. Mi amúgy is csak betörnénk egymás fejét. Crispin tartásdíját elintézem, rendben? Nem vagyok egy elveszett bárány, akit ki kell menteni a farkasok közül. Fel tudom nevelni Crispint. Biztos boldog leszel még. Persze. A gyémánt tökéletesen illik a ruhájához, mintha Mr. Goldman tudta volna, hogy ma mit vesz fel. Még mindig tudja, mi áll jól nekem. Hello? Kivel akar beszélni? Mr. Goldmannel? Jó, de ki kéri?
Igen, nem tudtam, hogy még tartják a kapcsolatot. Átadom neki. Valami baj van? Nem, 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 minden rendben. Mindjárt megyek én is. Ne haragudj. Nem kellett volna megünnepelnem a születésnapomat. Akkor nem fordult volna fel fenekestül a világ. Jobb ez így. Tom meg én nem tartozunk össze. Ezt mindig tudtam. De most már mindketten tudjuk. Sokkal idősebb vagyok, mint ti. De ha az érzelmekről van szó, még ma sem tudom, hogy mi az igaz és mi nem. Már elmúlt. Jó reggelt, Tom. Korán felkeltél. Jó reggelt, Mabel néni. Rosszul aludtam. És korán el akarunk indulni. Voltam Kittinél. Mindent elmesélt. Emlékszel még, amikor azt mondtam, hogy számodra Kitty az igazi? Igen. Bele is pirultam. Igen, a füled tövéig. Azt mondtad, vérfertőzés lenne, mert olyan számodra, mint a húgod. Még mindig olyan. Nem. Már nem olyan. Ma már egy gyönyörű nő. És szeret téged. A szerelem utazás egy ismeretlen országon át. Bátorság kell ahhoz, hogy mindent magunk mögött hagyjunk, annélkül, hogy tudnánk, mi vár ránk. Viszem a csomagot a kocsihoz. Délre Londonban akarunk lenni. Kimegyek, ha indultok. Jó. Jó reggelt. Kéne pár új bútor a szobámban. Mit szólnál, ha kirándulnánk Edinburghbe? Nem. Nem szeretném, hogy visszagyere hozzám. Mabel? Két felhívott tegnap este, hogy adjam át üdvözletét. Hazudtál nekem. Két csak 3 hónapja hagyott el. Majdnem 15 évig voltatok együtt. De ez nem változtat semmit. De... Nem azért akarsz itt maradni, mert engem szeretsz, hanem azért, mert egyedül maradtál. Félsz a magánytól.
tegnap nem akartam megmondani neked. Nem akartam elrontani az ünnepséget. Mabel, miket beszélsz? Hiszen szeretlek. Mindig szerettelek. Fél szívvel mentél el. És fél szívvel jöttél vissza. Ez nekem kevés. Mabel. Ned! A döntésem végleges. Azt akarom, hogy menj el megint. Minden jót kívánok. Én is neked. Félsz a magánytól? Úgy érted, mert lassan megöregszem. Ned, gondoskodott volna rólad. Ha a magány az ára annak, hogy egész életemben nem alkuttam meg soha senkivel, akkor ezért meg kell fizetnem. Én nem vagyok magányos. Itt vannak a dombok, a tenger és az emberek. És talán te is ide tévedsz néha Skóciába. Tom, mennünk kell. Mindent köszönök. Viszontlátásra. Minden jót. Komolyan? Oh, ez őrület! Ó, oh, szuper! Igen. Igen. Rendben. Később még jelentkezem, jó? Akkor szia! Minden jót, buszi! Rose volt az. Jó hírek! A polgármester a mi tervünket fogadta el. Ha igen! Akkor a megbízás biztos, igaz? Igen. Amint csak lehet, fel kell vennünk néhány új embert. És kibérelhetnék a tetőteret is, nem? Ahó, Istenem! Állj meg! Tessék? Azonnal állj meg! Miért? Nem mehetek el Londonba! Most meg mi bajod van? Kittivel kell maradnom. Megőrültél? Sajnálom. Egész éjjel nem aludtam, de most már tudom, hogy hová tartozom. Kittihez és a fiamhoz. Tisztában vagy vele, hogy mit beszélsz? Ellen, nem tehetek ellene semmit. Minden tönkre teszel. Minden eredményünket kockára teszed. Az életet meg lehet tervezni. De ha az érzelmek a terv útjába állnak, fel kell adni az egészet. Tom, én szeretlek. Sajnos hiába. Bocsáss meg.
Légy boldog. Tom! Néha szomorú. Te is szoktál szomorkodni, nem? De én visszajöttem. Ez igaz. Gyere, hintázzunk. Rendben. Te lököd, jó? Jó. Akkor most te jössz. Én vagyok a jobb. Ide nézd, milyen magasra repülök. Csak vigyázz, Lene. Maradok. Nem megyek vissza. Nem tudom, hogy hová megyünk. Csak annyit tudok, hogy veled szeretnék menni. Mindegy, mi történik. Mindegy, mi történik. Az én felem. Egész reggel ezt kerestem. Soha többé nem kell sírnod. Te és a könnyek nem illetek össze. Ha sírsz, az az érzésem, hogy összeomlik az egész világ. Tessék az én velem. Örökre végre lesz papám. Mindig is volt papád. Oh. Crispin, remekül csinálod. Nem gondolod, hogy Crispin mellé el kéne még néhány testvér? Elég kicsi ez a ház. A paradicsomban mindenkinek jut hely.